jégkocka. Na ez jó lesz, biztosan jó lesz. Nézd meg és újra nyár van. A jégkocka olvad a szemben. A napsugarak fénysütő ágban. És élvezd csak ki harmóniában. Ez az év Csályózsi! Vártunk barunkba. Köszi szabad Levi! Portiteken tíz órákat vártunk. De ezek vagyunk nyári sláger. Átlagos barátom. A G-szit a nyájról vettis jobbantja. Amiket mi hozunk, azok mindig ott vannak. Amúgy, hogyha ezt egy útélás adta volna elő, szerintem sláger lenne. Sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain. Maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Having been the same since I expired. Én látom képzelni a Naburulam, úgyhogy mai napig erre alszik, mondjuk. Ő neki lehet, hogy van kajak minden nap egy outrója, amikor elmegy aludni, és benyomja. Őt ilyen embernek képzelem. Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehet. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Nálatok mi a legnagyobb red flag egy fiúban? Ha nincs pénze és ronda. Ha nem sportos, így büdös cik. Ezek nagyon értelmes lányok, srácok. Ez itt konkrétan a főnyeremény, szerintem szinglik még. Nálad mi a legnagyobb red flag egy lányban? Nálam, ha fokúzik, ugye a cigi, és ha nem foglalkozik a testével, de inkább a cigi, már tényleg ne cigizzen senki, mert az nem jó. Ennyi. És nálad mi a legnagyobb red flag egy fiúban? A fákba és nem sportol semmit, és beképzel. És te mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Én focizni szeretnék, ugye? Ronaldo, magyarul. Ilyen David Goggins könyveket szoktam olvasni, ami motivál engem. Real, és tényleg real, real. A fociból szeretném kihozni a legtöbbet. Egész nap edzselni kell. Egyet üzenek, hogy a testüket ne károsítsák fölösleges dolgokkal. Ennyi. Hallottad? My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. Aha, ez real. Ezt tényleg csak a két okos nézők érthetik. Vedd ki a kakasszóból az est. Vigyázott csúnya szó. Ez fekete humor. Ezt a lányok nem érthetik. De az, hogy gány, ilyet beír valaki, meg, hogy gány, el. Csett, ne legyetek már bon. Hoppá, hát ez nagyon családbarát vélemény. Egy hihetetlenül legendás tárcs ritkaságú jó gondolat Ice-tól. Okay. Én jó. Meg én be tudok állni. Ezt meg rasszisták. Most elkaljak, ha valaki cigányozik, ezt kibaszom. Hát a rasszizmus az még szarabb, mint a pedofilizmus, vágod. Még a pedofil vagyis a kislányokat szereted, az még elfogadom, de vágod. Ha rasszist... Hogy mit mondott a kedvenc leendő angol tanárunk? Oké. Ja, szerintem elromlott a fülesem. Oké, ez... Rossz a füles. Elromlott a Laci fülese szerintem is amúgy. Ne legyünk már rasszisták, hát szép baszom a fejeteket. Ne basszatok fel, cseh. Aj, nem akarok rosszat. Ja, szóval akkor ez alapján Jabberrel a kapcsolata baráti szinten nem csak network alapon, hanem morális alapon is működik. Zsák a foltját, ugye? Ez. Kacok, ismételten egy remek lehetőséget hoztam nektek a gyors és könnyű pénzszerzésre, ami ráadásul ingyen van. Igen. Fülöp mentorra játszottam, és sikerült 490 000 forintot nyernem, ami szerintem egy nagyon nagy győzelem. Kövessétek! Kövessétek a Fülöp mentort, ez tök jó amúgy. Annyira szeretem azt, amikor ilyen okos influencerek minden random gambling oldalt, meg ez még nem is gambling oldal amúgy, csak valaki, aki tippeket ad, meg ilyen gamblinges dolgokra rávezet embereket, tehát irkálni kell vele, bármelyik rajongódat átbathatja. Bárkit. Az, hogy neked valamennyit fizetett, vagy neked segített, vagy a f***om tudja, az nem azt jelenti, hogy másnak is fog. Ez kurvára egyértelmű. Tegyük föl, oké, tudom, hogy Ali megbánta ezt, meg minden, írt erről a sztoriba, hogy nagyon átverték őt, meg minden. Oké. Bocsássunk meg neki. De vannak amúgy még ilyen dolgok. Szia, Monin! E-mailt írok neked, mert Insta nem tudok neked írni. 2 éve PSG Ogli és néhány más influencer is agyon promózott egy új sportfogadás oldalt, melyre én is regisztráltam, feltöltöttem 100 eurót, nyertem belőle 1200-at. Az oldal valamiért nagyon legitnek tűnt, mert elég profin fel volt építve, viszont egy scam volt az egész, és a tartalomgyártókon kívül, akiket lefizettek, hogy szarápromozzák, sosem fizettek ki senkit. Ogli nulla utánajárással
Orba főbe promózta őket, megvan róla minden, a mai napig kint vannak neki a posztok, ahol promózta őket, én is beszéltem vele privát üzenetben, és játszotta a hülyét. Bár hogy őszinte legyek, nem kellett sokat játszani neki. Hogyha érdekel a téma, elküldök minden bizonyítékot, mert egyértelműen átbaszta az összes követőjét, és aki pénzt is raktak föl, lásd én, csúnyán beszopták. Ciao, befizettem a Las 777 Vegas oldalra, és nyertem egy kisebb összeget. Amit kikértem a kártyámra, viszont azóta abszolút semmi hír, más oldalakon, Unibet, stb. Azonnal jön az értesítő e-mail, hogy elindult a fizetés, de itt több mint 24 órája semmi. Ilyenkor mi a teendő? Erre PSG Ogli azt írta, hogy én nekik support részen is vett fel velük a kapcsolatot. Oké. Az a probléma, hogy a support több mint egy hete nem válaszol, live chaten meg csak egy bot van, aki copy-paste üzeneteket írogat. Ilyenkor mi a teendő? Mindenféle dokumentumokat beküldtem már, de így sem jó semmi. Tehát még beküldte a saját dokumentumait is, szóval több mint valószínű, még lehet, hogy az adatait is ellopta ez az oldal. Áldozathibáztató vagyok, ha azt mondom, megérdemli, aki egy Ogli alapján választ ilyen oldalt. Not gonna lie. Oké, nyilván, de most érted, lehet, hogy pont most lett 18 éves, ki akarta próbálni a gamblinget, és akkor látta ezt a sztoriba, és akkor úgy gondolta, hogy ez egy tök jó hogy kapok bónuszt, vagy nem tudom, vágod. Ne haragudj a zavarásért, de tavaly novemberi üzenetem óta sem sikerült kifizetést elérni. Tehát több mint fél év, hát, ja, fél év eltelt köbö. Írtam a supportnak többször, élőcset, stb. Semmi nem jutottak, és ha jól nézem, az oldal már nem is elérhető. Ilyenkor mi a teendő? Igen, itt írja, hogy hát... eSports Gambling BV License Suspended. Suspendedék az oldalt. Hú, nem tudom, ez nekem is érdekes. Hívtam őket, de még én sem értem el őket. Azóta is semmi, mivel nekem még mindig bent van az a több száz euró hónapok óta. Szia, most már azt írja, hogy karbantartás alatt az oldal. Akkor visszatér, ha minden igaz? Csá, ahogy láttam, megszűnt az oldal teljes mértékben. Van valami infót, hogy miért? Esetleg arra nincs lehetőség, hogy legalább az eredetileg befizetett összeget visszakapja. Hali, én sem érem el őket. Baszki, akkor azt a pénzt többet már nem látom. Köszi a válasz, bajnok. Következő sztoriára válaszolt. Ez is olyan, mint a Las 777 Vegas. Azt az 1000 eurót azóta se láttam, de még a százat se sikerült visszaszerezni, amit eredetileg befizettem. Hát igen, és itt is van, mint látjátok, a poszt. Poszton ott lehet látni, hogy Las 777 Vegas. Oda van írva a papírod, pózol vele az öreg. Tehát azt írja, hogy testvéretek nem szórakozik ma, 5000 euróval küldtem meg a PSG-t arra az opcióra, hogy továbbjutnak, annyira biztos vagyok a továbbjutásban, nekem ez játék. Csak ezért tettem meg ennyivel, hogy ne unatkozzak a meccs közben. Na gyerünk, húzzuk be. Itt a kövi. Na hát akkor boldog karácsony mindenkinek előre is, a meccsen látni lehetett, hogy zavarban vannak a PSG játékosok a jelenlétem miatt, és ezért is lett 2-1 a végeredmény, továbbra is csak a PSG, és továbbra is játszhattok a last777vegas.com-on, hiszen rengeteg ilyen játék lesz, mint ez a mostani. Na csumi, reklám. Nem tudsz kokót, tesó. Jézus. Igazából nagyjából ennyi a sztori. Mindjárt mutatok még egy képet. Az első posztnál gyakorlatilag az összes képbe promózza az oldalt, másodiknál csak a captionbe írja le a szöveget, hogy mennyire jó, meg mindenki játszon vele. Sztoriával is fél éven keresztül legalább 25-30 posztja volt erről a Last 777 Vegasról, amit sajnos egyelőre nem találtam meg, mivel max a régi telefonomon voltak screenelve, ami már sajnos nem az én tulajdonomban van. Szóval, ja, érdekes dolog ez, hogy az ilyen nagyon-nagyon gazdag, meg mindenféle nagy király emberek is beszopódnak ezekkel a dolgokkal, ezek a celebek, akik nem tudnak gondolkodni, és minden szart elfogadnak úgy, hogy amúgy konkrétan átverés. Ezt nem büntetik? Hát, tesó, nem tudom. Gőzöm sincs, de elég érdekes. Ezt gondoltam, hogy felolvasom nektek. Igazából kezdjetek vele, amit szeretnétek, aztán ennyi. Kurva sok pénzed van, minek fogadsz el ilyeneket? Hát épp ez az, nem is értem, hogy mennyit kapott érte az Ogli, de hát gondolom megérős nekik, mert hogy tudják, hogy kurva sok mindent fognak szerezni ezzel. Ez egyáltalán nem cool, Ogli, ne fogadja el ilyeneket. Azt nem értem, hogy ennyire levehető, hogy nem legit, és tényleg ki akarod próbálni, hogy scam vagy legit, akkor miért nem kisebb összegben töltesz fel? 100 eurót töltesz fel elsőnek, az nem kicsit hülyeség, de eléggé nagy hülyeség. Úgy főleg, hogyha egy ilyen random oldal, amire még sose hallottál, és csak egy embertől hallottad, ez nyilvánvalóan hülyeség. Rakj egy mixet, és ugyanott vagy. Hát, ja, persze. Nagyjából. De nem tudjuk, hogy milyen oldal volt. Hát magára vethet, nem fog neki senki segíteni. Átlag életkorú Ali hallgatók, hey jó! Faszopó, megkapom mindegyik embertől, nem velük már csak egy faszopó. Megkapom kommentben, tudnád te jobban, de ha van a platinád, akkor mó. Ej, a gyereknapon fellépett az Ali. Azaz, ott van Ronaldo, tesó! Aha. Úristen, tesó! Hát én ezt jobban élem, mint a gyerekek amúgy. Zárt körű rendezvény. Lehet, hogy zárt körű volt a rendezvény az óvodába. Na, az építkezésen nyomja.
Fáj, de nem érdekel. Hozzászoktam, hogy nem érdekeljél. Mondd, mire éhezel. Elnéztem mindig, ha védkezel. Amúgy ez nem rossz. A keverés nem rossz. Eldeli pár év, és én arra várok. Hazamenné, de csak az a várok. Faragatlan vagyok, és marad az a ganja. Haladék néni, de maradok a bajba. Ez nem rossz amúgy. Éj, jó! Eldeli pár év, és én arra várok. Hazamenné, de csak az a várok. Faragatlan vagyok, és marad az a ganja. Haladék néni, de maradok a bajba. Még emlékszem, mint elvesztelenül az erkélyen. Kicsit tesztelen vagyok, hogyha ezt érzem. Kicsit tesztelen magam, amíg elvérzem. Ez not bad amúgy. Eltelt pár év azóta, hogy a szobámon elkezdtem zenéket csinálni. Tudom, hogy nehéz, mégis sokat tanultam azért, hogy a zenémmel az emberek elé merje kiállni. Nem látom fényt az alagút végén. Láttam a vért egy törött csészén. Sajnos láttam barátokat eltűnni, mert dolgoztam és nem mentem minni bulizni velük a hétvégén. Amúgy ő maszterelte, és a zenében is benne van a saját keze, azt írja itt. Beatben. Nem mondom, hogy az én stílusom a zene, de jó. Végre valami jó, geci. Ezt adom, geci. Ezt adom. Vágod? Nyomok neki ilyen fire emoji. Beküldöm chat. Írjatok rá kommentet, hogyha tetszett. Ki küldte ezt? Fadam küldte. Ez nice. Ez jó volt. Esküszöm. Dupla V-chat, lájkoljátok be. Segítsünk neki egy kicsit. Ez egész egyedi volt amúgy. Esküszöm, hogy lehet, hogy van benne valami kis ilyen inspirációk. Mondjuk Azaria egy picit lehet, hogy inspirálta őt. De amúgy nem egy kopi. Tehát ez amúgy tényleg jó. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.